tudta e hogy volt egy magyarországi építész, aki Sánkhájban alkotott? Hugyec Lászlónak hívták, és a felvidékről egy szlovák-magyar családból származott. A budapesti József műegyetemen szerzett építészi diplomát majd részt vett az első világháborúban. Orosz hadifogságba esett, és Szibériába került, ahonnan átszökött Kínába. A kelet Párizsaként emlegetett Sánkhájban telepedett le, itt építészként dolgozott. Számos megvalósult terve közül mondhatni szó szerint kiemelkedik a város első felhőkarcolója, a Park Hotel épülete.